Már csak egy nap és szeretteink, barátaink körében csillagszórók, tűzijátékok fényében búcsút mondhatunk ennek az évnek, amely mindenki számára mást és mást hozott el. Azonban egy dolgot mindannyian hasonlóan éltünk át, mégpedig azt, ahogy a világjárvány felbolygatta életünk, felgyorsult, kétségbeesett világunk átrendeződését. Az év utolsó napján az ünneplés mellett csendesüljünk el egy kicsit, gondoljuk át a történteket, engedjük el, amin változtatni már nem tudunk, bocsássunk meg, ha kell, legyünk hálásak, és új célokkal, ha kell, fogadalmakkal vágjunk neki a következő évnek. Mindezekre ráhangolódunk mozaikunkban is, és ebben Jakub Cseh Gabriella televíziós és kommunikációs szakember is velünk tart, akivel a napokban beszélgettem, hogy saját tapasztalatain, érzésein, gondolatain keresztül egyfajta útra valót adjon nekünk a következő 365 napra. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és köszöntök mindenkit. Örülök, hogy itt lehetek veletek. Beszélgetésünk fonala legyen néhány vezérszó, mint például a visszatekintés, mérlegelés, megértés, elfogadás, önismeret, megbocsájtás, hála, konklúzió, perspektíva és cselekvés. És, nem keveset kérsz. Nem keveset, ugye? De mert hogy mindez benne van, és benne kell legyen az elmúlt egy évben, úgy érzem, mert immár még egy év, hogy eltelt a Covid árnyékában, és november elején megjelent legújabb könyved, az Alul semmi, épp ezekben az időszakokban megélt történeteket, illetve ezekben az időszakok kreálta történeteket dolgozza fel, amelyekben úgy magunkra ismerhetünk. Megpróbáltam pont arról írni, ami folyamatában velünk történik, és amikor a kiadómmal tárgyaltam, akkor ez egy egészen más könyvnek indult, akkor még nem tudtuk, hogy a Covid ilyen erősen rányomja majd a bélyegét az életünkre. Elnézést. És akkor én szóltam, hogy állj, szerintem álljunk meg, mert mire én azt a könyvet megírnám, már egy egészen más dolog fog minket foglalkoztatni, amely dolog annyira átírja az életünket, ahogy ezt te is jelezted, hogy én úgy éreztem, hogy muszáj számba venni ebbe a könyvbe, hogy hogy változtak meg az ember viszonyon állunk a hivatáshoz, úgy lehetett látni, hogy orvosok hogyan reagáltak a vészhelyzetre, vagy hogyan futamodtak meg a vészhelyzettől, hogy az emberi kapcsolataink hogyan rendeződtek át abban a pillanatban, hogy beszorultunk a négy fal közé. Hirtelen máshogy láttad a szeretteidet, a férjedet, az életedet máshogy láttad. Máshogy láttad a külvilághoz való viszonyodat. Máshogy látta az az ember, aki temetett, akinek gyereke született. Pont abban az időszakban, amikor más a hétköznapjaiért küzdött. És ennek a folyamatnak, amikor letettem a pontot az íre, és bezártam a kéziratot, akkor nem lett vége, mert akkor már indult a negyedik hullám, úgyhogy írom tovább, és ez a hullám már lényegesen más lesz, mint amilyen az előző volt. Tehát ennyire változik az életünk, és nagyon nehéz volt az ünnepekre is úgy felkészülni, hogy éppen egyetlen egy megbeszélés után nem mondhattad azt a másiknak, hogy na jó, akkor így lesz. Tehát találkozunk majd, és már fönnhagyod a hangsúlyt, hát majd meglátjuk, hogy hogy lesz. Szóval ez nagyon sok kötöttséget és nagyon nagy szabadságot is ad, nem véletlenül azt a alcímet adtam a könyvben, hogy veszélyek és esélyek, mert szerintem esélyt is ad, én nem látom ezt olyan pesszimistán, mint amennyire amúgy egyébként minden okunk megvan rá, hogy így higgyük a dolgainkat, de nagyon sok mindenben tisztába rak minket. Tehát el lehet választani a felesleges dolgokat a lényegestől. Ami nagyon hiányzik, az nyilván az élmények, meg a szerettek. És ha már itt tartasz, és itt mondod az év végét, szerintem nem baj, és én a könyvemben is erre törekszem, hogy együtt gondolkozzanak velem, és gondolják át velem azokat a fejezeteket, amikről én is írok, és mindenki adja meg magának a saját válaszát, hogy ő ezt hogy oldotta meg ez alatt a két év alatt, főleg az elmúlt egy évben, mert nagyon sok érdekes dolog fog történni, és ha ragaszkodik valaki az elmúlt életéhez, hogy az ugyanúgy folytatódjon, akkor van egy rossz hírem, soha többet nem lesz ugyanolyan semmi. És szerintem így kell nekiállnunk a következő évnek.
Igen, itt egy nagyon fontos dolgot mondasz, ami egyébként az én vezérszavaim között is szerepel, mégpedig a megértés és az elfogadásnak is ugye a gesztusa, és a megújulásnak is a képessége. Ez nagyon elengedhetetlen. Mindezek hogyan voltak jelen a te életedben, és mi mindenben kellett megújulni, vagy milyen töbletet hozott az életedbe ez az időszak, emberileg? Többletet a saját magammal való találkozás hozott. Tehát én annyira rohanok, és annyira rohanoktam is mindig, hogy tulajdonképpen a saját szükségleteimre nem figyeltem. És szerintem ezzel nem én vagyok egyedül. Csak én vagyok az, aki most azt mondja, hogy halló, halló, hát azért ez az időszak arra is jó, hogy egy kicsit szembesülje azzal, hogy azok a szokásaid, amik vannak, azok biztosan jók-e, hogy biztosan jó baráti társaságban vagy-e mindig, hogy biztosan mindig kell-e programot csinálnod mindenhova. Szóval ebben nagyon sok mindenben változott az életem. Én, aki nagyon sok élményből dolgozom, ott borzasztóan beszűkült az életünk, és nagyon sok televíziós műfaj fog eltűnni, mint ahogy nagyon sok tárgy is el fog tűnni körülöttünk, amit majd nem fogunk használni, meg sok emberi kapcsolat, de szomorúan veszem tudomásul, hogy egyébként a talk show műfajba is nagyon komolyan bele fog zavarni ez az időszak, mert az emberek nincs élménye. És két hétig, egy hónapig még lehet, hogy nincs élményed, még talán fél évig is, de amikor már eltelik két év, tehát amikor hirtelen azon kapjuk magunkat, hogy te jó Isten, a idén el tudunk-e menni síelni, amit 35 éve teszünk, oké, hát egy évben nem mész el, oké, vagy talán még egyben nem. De amikor ennél tovább se látsz, akkor egyszer csak hirtelen el kell engedned azokat a dolgokat is, amit nagyon szeret. És amikor nincs az embernek élménye, akkor nincs mit mesélni, és akkor nincs mit várni. És az emberek többsége ezzel küzd. Tehát most, ami kihívás lesz, az részben gazdasági, részben mentális kihívás lesz, és erre fel kell készülnie mindenkinek. És én inkább ezen töröm a fejem, hogy ebben hogy lehet majd megtalálni a saját munkámat, hogy lehet majd én a saját örömemet is keresem ebben, mert nem folytathatom onnan, ahol abba hagytam. Nem ugyanazt a műsort kell készítenem, amit eddig. Akik bejönnek, nem ugyanarról beszélnek, mint eddig. Tehát nagyon érdekesen változik. Én azt mondom, hogy érdekesen, de még nem tudom a megoldást. Elfogadni az újat, és az újra ne rosszként tekinteni, hanem lehetőségként. De egyáltalán elfogadni a miérteket, mert hogy ezekben az időszakokban rengeteg miértünk van. És te is érintetted, hogy nagyon sokan vannak azok, akik szembe kellett nézzenek szeretteik elveszítésével. Megint sokan vannak azok, akik rengeteg munka árán felépített vállalkozást kellett abba hagyjanak. Megint sokan vagyunk azok, akiknek a hátán fát vágnak, ha kell, és megyünk, és csináljuk. Erőnk lankad, motivációnk lankad, és nagyon nem látjuk a végét, az az igazság. Említetted ugye a negyedik hullámot, és még több hullámot emlegettek. Nem látjuk azt a bizonyos oázist, ahol egy picit megpihenhetnénk, ahol egy picit élvezhetnénk ugye a jól kiérdemelt munkagyümölcsét. Mindezen, hogyha így átrágjuk magunkat, akkor az elfogadásról milyen érzések, milyen gondolatok ébrednek benned? Vagy miért fontos egyáltalán az elfogadásnak a gesztusa? Hát nehéz úgy az elfogadásról beszélni, hogy az elmúlt időszaka az életünknek, és ez sok évre visszamenőleg igaz, arról szólt, hogy soha ilyen erősnek az ember nem érezte magát, mindene volt, repkedtünk a világban, minden pénzkérdése volt szinte, mindent megvehettél, mindenhová juthattál, ha van pénzed, ha van rá lehetőséged. Most egyszer csak annak sincs mindenre lehetősége, akinek van pénze. Ez az egyik nagy tanulság, és tudom, hogy az elfogadást kérdezted, csak azt akarom neked mondani ezzel, vagy azt szeretném, arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy annyira gőgösen éltünk, amit tulajdonképpen csak most kezdünk így látni, hogy azt hittük, hogy majd minden rajtunk múlik, és meg tudjuk oldani.
Az elfogadás ott kezdődik, amikor egyszer csak beismered, hogy hiába van pénzed, vagy hiába nincs, akkor sincs több lehetőséged bizonyos dolgokban, és akkor el kell kezdeni valahogy, mint a tengeren a hullámokra valahogy ráülni, és szerintem most van ez, hogy aki elfogad, az rá tud ülni a hullámra, aki nem fogad el, az szembe fog vele menni, és ott át fognak csapni a hullámok adott esetben a feje fölött. Úgyhogy jobb megadni magát egy bizonyos ponton ennek a helyzetnek, mert nem tudunk okosak lenni, és ebben talán a legjobb példa a küzdelem az oltás és az oltás ellenesek között, hogy aki minden áron még akarja kormányozni az életét, az nem akarja átadni a tudósoknak a lehetőséget, az kétkedik, az meg fogja találni az interneten azt az igazolást, ami majd őt igazolja a félelmében, mert ő a félelmét akarja, vagy a vélt igazát igazolni. Én azt gondolnám, hogy van egy pont, ahonnan rá kell bízni magunkat azokra az emberekre, még akkor sem, ha nem biztos, hogy 100%-ig biztosak vagyunk a dolgunkban, de rá kell magunkat bízni azokra, akiknek ez a foglalkozása. És ez is egyfajta elfogadás. Tehát el kell fogadnod a helyzetedet, hogy nem te fogod, nem te vagy a virológus, hogy nem te vagy az immunológus, hogy nem te vagy az orvos, akit felül lehet bírálni. Mert ebből tragédiák vannak legalábbis Magyarországon. És az egész társadalomra kihat, és ez igaz a gazdaságra, igaz mindenre. És ez mind ugyanabból fakad, amit te mondasz, hogy el kell engedni dolgokat, az akarásainkat, hogy minden áron mi akarjuk irányítani a saját életünket. Kérem szépen, most nem mi irányítjuk a saját életünket, hanem a körülmények irányítják az életünket. És akkor az a bölcsember, aki megpróbál ezt, mert akkor nem érzi úgy, hogy erőszakot tesznek rajta, hanem úgy érzi, hogy megpróbálja látni, és azon belül megtalálni magának talán azt, amiben ő dönthet. Nagyon kevés ilyen dolog van, de meg kell keresni, hogy mi az, amiben tényleg te döntesz, de nem azt kell keresni, hogy mi az, amit jobban tudok, mint az, akinek ez a foglalkozása. Mindezekhez azért nagyon sokféle intelligenciára van szükség, és nem mellesleg egy nagy adag érzelmi intelligenciára és önismeretre, igen, illetve az határainknak az ismeretére. Szóval pont ez az EQ, amiről beszéltél, vagy említetted, ez az EQ az, amiről a világ szólni fog mostantól megint, hogy képes vagy-e még érzelmileg is megközelíteni dolgokat. Ez egy nagyon nagy kérdés lesz. Szerintem már csak ez a kérdés, de ahhoz, hogy érzelmileg meg tudj közelíteni dolgokat, az meg kell élni. Itt nincs mese, és most ez az időszak pont ellenébe megy annak, hogy te megélhess bármit is. Na most ez az, amit tudni kell, érezni kell, és úgy kell erre tekinteni, mint egy átmeneti időszakra. Ha nem így tekintesz rá, úgy nem lehet semmit elviselni. Tehát, ugye hogyha én elindulok az élményeknek Erdélybe, a megéléséhez. Az én, így van, te vagy elindulok Szegedre, akkor én, amikor elindulok Budapestről, akkor nem Szegedre fókuszálok, hanem az előttem lévő 3 kilométerre. A cél Szeged, de mindig a 3 kilométert kell, hogy nézd, mi előtted van. Szóval most így kell élni, a céloknak meg kell lenni, de tudni kell, hogy most még nem azt kell elvárni az élettől, hogy már ott tartsak. Most az van, hogy most ez van. Most az van, hogy most ez van. És rögtön itt tartunk a cselekvésnél, de ehhez, hogy változtassak, vagy lépjek, vagy akár egy megromlott kapcsolatból kilépjek, ehhez bátorság kell. Itt megint az önismerethez kell visszakanyarodnom. Ha ismerem magam, akkor tudom, hogy nem fog összeomlani a világ, ha meghozok egy döntést, mert itt vagyok, egészséges vagyok, tovább tudok állni. Majd jönni fog, mindig jön valami új, tehát nem, ez nem lózunk, tényleg így van, sajnos a jó helyett is jön mindig valami. Tehát ez tény, amikor nagyon jó a helyzete van az életednek, akkor azért kezdjél el azon gondolkozni, hogy ez nem fog mindig így maradni, mert még azt a hegycsúcsot, ahonnan nem kellett lejönni, olyat még nem láttunk. Tehát az összes hegymászó lefelé hal meg, és nem fölfelé az esetek többségében, mert ott van egy olyan biokémiai, a Kesson betegség mondjuk, amitől egyszerűen nem tudsz asszimilálódni a rosszabb helyzethez.
Mi egy picit most ilyen keszombetegségben vagyunk, tehát följutottunk a csúcsra, és most lefelé kell araszolni, és ezt a lefelé araszolást, ez ki a maga módján, de nem tudja. És megvan a technikája, biztos kisebb lépésekkel, biztos nem nagyokat ugorva, de a rosszat fenntartani szerintem arra nincs az embernek az életében ideje. Ön érdekes, hogy beszélgetésünk során már két olyan szót is említettünk, amely kontextusában megállja a helyét, viszont hogyha onnan kivennénk, mint a hullámok, a csúcs, akkor biztos, hogy másra gondolnánk, rögtön a járvány jutna eszünkbe, hogyha kiragadnánk a beszélgetésünkből, Igen, csak mint... igen, Igen. igen. Elengedhetetlen, és szerintem az egyik legerősebb vezérszó az a hála jelenléte életünkben. És a hála érzése szerintem előre visz, új perspektívákat nyit meg. Neked hogyan van jelen a mindennapjaidban a hála? Én alkalmazom a szónak minden értelmében, én talán furcsa lesz, amit mondok, de nekem az ünnepek nem kimagasló eseményei az évnek, hanem alkalmak arra, hogy találkozzam a családom többségével. És megmondom, hogy miért nem. Nagyon sokan egész máshogy viselkednek az ünnepekkor, és hétköznapokban nem jut eszükbe ugyanazt a, hogy mondjam, ugyanazt az elcsendesülést, vagy ugyanazt a hálát megadni. Én, ha valami jó dolog történik velem, én minden egyes alkalommal megállok, akár az autómba egy pillanatra, amikor ülök, és azt mondom, hogy köszönöm, ez most így volt, ez megvolt. Tehát, hogy nyugtázom, hogy ezt én most, Úristen, nem tudom, meddig tart, de köszönöm. Tehát ezt én mindenkinek csak ajánlani tudom, mert ez egy fantasztikus érzés. Nagyon sokan, mondom, az ünnepekre hangolódva próbálják csak ezt az érzést előhívni magukból, az ajándékkal, a vendéglátással, a nem tudom mit, pedig ez egy és sokkal inkább hétköznapi dolognak kellene, hogy legyen. És ez is csak egy rutin egyébként, már olyan értelemben, hogy ha beteszed az életedbe ezt az érzést, akkor sokszor fog jó érzés eltölteni. Tehát ezt akár lehetne úgy is, hogyha rossz napjaid vannak, akkor esténként csak mondják két olyan dolgot, ami aznap veled jó volt, és már jobban fogsz elaludni. Szóval vannak túlélési stratégiák, és nem szégyen segítséget kérni, és ezeket meg lehet tanulni. Ez nem azt jelenti, hogy ezek csodát művelnek, de hogy megkönnyítik az életet, abban egészen biztos vagyok. Köszönöm szépen a jó gondolataidat, feltennék egy bónusz kérdést. Jártál már Erdélyben nálunk? Már nem tudom, kétszer, háromszor? Mesélj róla, hogy Kétszer, kétszer. De képzeld, de pont a Covid előtt úgy volt, hogy megyek egy erdélyi turnéra, és pont az is sajnos elmaradt, pedig nagyon szeretném még azt megcsinálni. Nagyon sok helyen nem jártam, és nagyon sok emberrel nem találkoztam, és egy ilyen erdélyi körutat pont a könyvek kapcsán, ezeknek a gondolatoknak a kapcsán előadás sorozatba szerveztünk, úgyhogy hát remélem, hogy a szervezők még nem adják fel, mert aztán nekik igazán nehéz dolguk van. Itt járva milyen élményeid, vagy inkább hangulatok, érzések, benyomások maradtak meg Erdélyről, az itteniekről, rólunk? Hát egyrésztől borzasztó meleg fogadtatásba részesültem, amit én nagyon köszönök. Mondjuk a Szent Anna-tónál járva az nekem egy életre szóló élmény volt az egész út odafelé, és egyáltalán az egész kintlétem. És ami számomra mindig egy fürdőzés, amikor ott vagyok, az a fajta nyelvhasználat, amely már a magyar nyelvből a szépségét és a bőségét, ahogy ti őrzitek, az nekünk egy nagy kincs. Mert tulajdonképpen a magyar nyelvot szólal meg még. Nagyon szépen köszönöm Én is beszélgetésünket és nagyon értékes köszönöm. gondolataidat, teljességet az új évre Köszönöm. családodnak és neked. Köszönöm mindenkinek, ezt kívánom.
Kedves nézőink, hadd ismételjem el azokat a vezérszavakat, amelyek mentén az új év küszöbén lezárhatjuk ez az év külső és belső történéseit, és felvértezhetjük magunkat a következő esztendőre. Visszatekintés, mérlegelés, megértés, elfogadás, önismeret, megbocsájtás, hála, konklúzió, perspektíva és cselekvés.